vihar után. Bár a belügyminisztérium már támogatta a júniusban jégkárt szenvedett szatmári településeket, további segítségre lenne szüksége az érintett 7 községnek, mondják a polgármesterek. Befejeződött az aratás. Az országos átlagtól jobb minőségű a szabolcsi búza, a kenyérnek valót viszont jelenleg csak nyomott áron lehet értékesíteni. Teltházas anyaóvók. Vannak családok, akik otthonról otthonra vándorolnak. A legtöbb krízisotthont, anyaóvót karitatív szervezet vagy egyház működteti. Bár a belügyminisztérium már támogatta a júniusban jégkárt szenvedett szatmári településeket, további segítségre lenne szüksége az érintett 7 községnek, mondják a polgármesterek. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Uszka önkormányzata benyújtott egy kérelmet, amelyben 900 millió forintot kérnek a kormánytól. Azt mondják, ebből az összegből el tudnák végezni a helyreállítási munkákat, mivel a legtöbb ingatlan tulajdonosának nem volt biztosítása. Így néz ki Rozsáj több mint egy hónappal a vihar után. Még június 21-én sújtotta jégeső a települést és környékét. Ebben az épületben is több százezres a kár, és bár a biztosító fizet, nagy részt önerőből újítják fel. Ez a kár jelenleg egy olyan 600 ezer forint értékű kár. Jelenleg most a lemezelésnél tartunk, létszcsere volt. Még mindig Rozsájban járunk, ennél a háznál sem jobb a helyzet, a tulajdonos szerint közel 2,5 millió forintba kerül majd a teljes felújítás. A hátsó melléképületek tetőszerkezetei is megsérültek, ezeket már sikerült javítani. Nagyon sokat romlott a helyzet, most derül ki igazából, hogy mennyire és milyen kárt is tett, mikor a helyreállítást megkezdtük. Akkori helyzetkép az az volt, hogy szinte a felét se tudtuk megnézni, hogy mégis milyen mértékű a kár, de most kiderül, hogy nagyon sok, úgyhogy sok a selejt, szóval újra kell a tetejüt építeni. Hát helyben voltak segítség, a helyi önkormányzat, a katasztrófa, meg a környező községek önkormányzatai voltak akkor a pillanatnyilag segíteni. Zajta község házait is megrongálta az időjárás, a felújításokat még itt sem tudták mindenhol elkezdeni. A júniusi vihar 7 településen okozott jelentős anyagi károkat. Az önkormányzatok és a katasztrófavédelem munkatársai azonnal segítettek az ott lakóknak. Uszkán 77 ingatlan sérült meg, ez az egyik közülük. Ebben a házban összesen 9-en élnek, az elmúlt hetek esős időjárása csak rontott az épület állapotán. Ahányszor esik az eső, annyiszor laborok vannak oda fölrakva, mert annyira folyik. Biztosítása ennek a családi háznak sincs, így csak az önkormányzat és a kormány segítségére számíthatnak. Még először az uborkát féltettük, hogy nem lesz miből megélnünk, mert hogy azt termesztük a kis uborkát, abból van egy kis jövedelmünk, hogy a gyerekeket eltartsuk, és ez a 10 percen belüli vihar mindent tönkretett. Az történt, hogy szétverte a házunkat, természetesen lehet látni, és azóta is nincsen segítség, mert biztosításunk nincsen, és önerőből nem tudjuk ezt fedezni. Első körben a belügyminisztérium már segítette a károsultakat, az érintett települések már előleget is kaptak az igényelt támogatásból. A nehéz helyzeten tudjon a belügyminisztérium segíteni, mire vonatkozik ez a védekezésre. Az önkormányzati közfunkció ellátó tulajdonnak a helyreállítására, mint például a polgármesteri hivatal, és hát ami egy nagy része a védekezésnek, a veszélyes hulladéknak az elszállítása. Tehát erre adtunk be. A mi községünk egy olyan 8,5 millió forintot adott be, erre kértünk támogatást, tehát 4,5 millió el is megy a veszélyes azbesztos paláknak az elszállítására. A többi a védekezésre, már azt is meg kell, hogy mondjam, már kaptunk előleget egy olyan 2 millió forint értékében. Uszka önkormányzata most további segítséget szeretne kérni a kormánytól. A testület szerint a 7 településnek összesen 900 millió forint segítségre lenne szüksége, amit egy rendkívüli kormányrendelet kiírásával lehetne megvalósítani. Ennek bevezetésére már egy határozatot is elküldtek a kormánynak. A mielőbbi támogatás azért is lenne fontos, hogy még a téli hónapok előtt befejeződjenek a helyreállítások. Nem segíti a vidéket a kormánypárt, véli az MSZP megyei alelnöke. Halmi József nyíregyházi tájékoztatóján kiemelte, az elmúlt időszakban számos csapás érte a mezőgazdaságot és a lakóingatlanokat a megyében.
A politikus szerint a jég és viharkárok után a helyi politikusoknak mindent meg kellene tenniük azért, hogy jobb helyzetbe kerüljenek a térségben élők. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legfontosabb ágazat a mezőgazdaság. A szegény emberek ebbe egészítik ki a jövedelmüket. Fagykár, jégkár, sorolhatnám az ingatlanokon történt károkat, amik a mai napig károk, mert beázások vannak, azóta voltak kisebb jegek. A mezőgazdasági termelőknek a kiesése, a dohánytermesztők, meg gabonatermesztőknek nincsen képviseletük a Fidesz oldalról, a kereszténydemokrata oldalról. Az országos átlagtól jobb minőségű a szabolcsi búza, befejeződött az aratás a megyében. Gabonaféléket összesen 56.600 hektáron termelnek a gazdák. Őszi búzából 4,8 tonna idén a termés átlag. A kenyérnek valót viszont jelenleg csak nyomott áron lehet értékesíteni. Az aratás végén járnak a szabolcsi gazdák, szinte 100%-os a betakarított terület. A szabolcsi gazdák a betakarítás kétharmadán már túl voltak, amikor jött a júliusi eső, és sok megyében megakasztotta az aratást. Szabolcsban a viharkárt szenvedett térségekben a rozsban keletkezett kár. Nagy viharkár volt a megyékben, ami még nem történt meg 100%-ban a betakarítás, azok sajnos már oda is fognak veszni. Rozsból van kint körülbelül 15%, amit a vihar úgy lefektetett, hogy már kicsirázott, legyökerezett, úgyhogy valószínűleg azt már nem lehetne takarítani. Ez elenyésző mennyiség, hiszen az idén kiváló minőségű gabonát sikerült betakarítani. A búza minősége az országos átlagtól is jobb. A tavalyihoz hasonló termőterületen vetettek gabonaféléket a gazdák. Búzából 4,8, árpából 4,5, rozsból 2,9 tonna a termés átlag, ami az elmúlt évihez képest nagyobb termés mennyiség, és csak kevéssel marad el az országos átlagtól. A gabona minőségére nem lehet panasz, viszont a búzát most csak nyomottáron lehet értékesíteni. A malmi búzának, az első osztályú búzának az ára 4000-4200 forint körül van, a takarmány búza ez 3600 és 3800 között, de nincs rá kereslet, azt mondhatnánk. Így az átlaghozamot betakarító termelőknek veszteséget kell elkönyvelniük az idén. Az itthon termelt 8 millió tonna gabona az ország kenyérgabona és takarmány szükségletét is biztosítja, még exportra is juthat. Teltházzal működnek az anyaóvók, a krízis otthonok. Vannak családok, akik otthonról otthonra vándorolnak. A legtöbb krízis otthont, anyaóvót karitatív szervezet vagy egyház működteti. Egyre kevesebb az állami fenntartású átmeneti otthon. Minden nap van játékos készségfejlesztő foglalkozás ebben az otthonban. Szociális gondozók, pszichológusok segítik a krízis helyzetbe került családokat. Kiradíroztad, amit akartál? Te is akkor, jó? Igen? Ebben az átmeneti elhelyezést biztosító intézményben 20 gyerek fér el és 10 felnőtt. Az otthon telített, sőt vannak családok várólistán is. A Magyar Vöröskereszt működteti a szociális intézményt. A családok átmeneti otthonában ingyen lakhatnak, fűtenek rájuk, bútorozott szobákat biztosítanak számukra, adományokból ruhákat, cipőket és tanszereket kapnak. Az étkezésükről maguk gondoskodnak a családok. Az ország bármely részéről érkezhetnek ide a karitatív szervezeten keresztül. Legtöbbször anyák keresik fel az otthonokat a gyerekeikkel. Én bántalmazott voltam, már többször voltam otthonban, nem most, nem ezelőtt. Többször visszamentem, volt férjemhez, de ugye nem működött, és újra-újra. És akkor most volt az, hogy elkerültem hosszú távon már mostan, 2 éve lesz szeptemberben, hogy külön vagyunk, elváltam. Gyerekek nálam vannak elhelyezve. Nem csak bántalmazott nők és gyerekek, hanem nagyon sok nehéz helyzetbe került család lakhatási gondjaik miatt kerülnek be az anyaóvóba. Szeretnénk tehát közös életet a párommal. Próbálunk keresni albéletet, meg minden, de százszalombattán, mert neki ott van munkahelye. A karitatív szervezet arra törekszik, hogy segítse a családokat az újrakezdésben. Sikerül szakembereink segítségével úgy megerősíteni a családokat, hogy önálló életet tudjanak kezdeni, visszaintegrálódnak. Ugye ezeket jelentősen befolyásolják a társadalmi viszonyok. Elsősorban ugye a megélhetést biztosító munkahelynek a megtalálása, illetve megtartása.
A szociális válsághelyzetben élő családok jelenleg egy évig tartózkodhatnak ilyen otthonokban, ami egy fél évvel meghosszabbítható, de sokszor intézményről intézményre vándorolnak. A legtöbb hasonló krízisszállót civil szervezet vagy egyház működtet, az állami fenntartású otthonokat pedig át szeretnék alakítani a jövőben. Az ellátás nem szűnne meg, hiszen az minden 30 ezer főt meghaladó település számára kötelező. Halálra gázolt egy középkorú férfit egy Intercity rakamazon ma délelőtt. A vasúti szerelvény 1 óra 45 perces késéssel tudott csak tovább indulni a fővárosba. A vasúti közlekedésben ezért jelentős fennakadás volt Nyíregyháza és Budapest között. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Baleset történt ma délelőtt a 41-es számú főútvonalon Nyíregyházán. Egy autós forgalmi okokból lassított, a mögötte haladó személygépkocsi azonban már nem tudott időben lefékezni. A balesetben egy személy sérült meg, a kár mindkét autóban jelentős. Divat és reklámtörténeti kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők a Nyíregyházi Józsa András Múzeumban. A tárlatról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Elkezdte a felkészülést a Marsó Nyíregyháza. A legutóbbi keretből csak Bús Iván és Nagy Krisztián és Gáspár Balázs maradt a csapatnál. Mellettük fiatalok szerepelnek majd az NB1B-ben induló kék cápáknál. A Nyíregyházi Együttes szeptember 2. hétvégéjén 4 csapatos tornát rendez a Continental Arénában. 9 távozó játékos helyére 10 új futballista érkezett a megyei első osztályú bajnokságra készülő balkányi csapathoz. Az újonc célja a biztos bennmaradás kiharcolása. Mirgai László együttese a nyitófordulóban Vásáros Naményban lép majd pályára. Divat és reklámtörténeti kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők a Nyíregyházi Józsa András Múzeumban. A Szépség és a Reklám című időszaki tárlat plakátokat, használati eszközöket, viseleteket tár a látogatók elé az 1900-as évektől egészen a 40-es évekig. Így mutatja be egyszerre a női ideál alakulását és a reklámipar fejlődését. A 20. század minden téren a forradalmi változások időszaka volt, a tömegtermelés megjelenésével a reklám szerepe is fokozatosan nőtt az 1900-as évek elején. A hagyományos hirdetések mellett újabb és változatosabb eszközök segítették az eladást, a termékek népszerűsítését. Ezt is bemutatja a Józsa András Múzeum időszaki tárlata. A 1900-as évektől, ugye, amikor beindul a reklámozás a nagyüzemben, rájönnek a cégek, hogy érdemes a szép hölgyekkel reklámozni az eladni kívánt tárgyaikat, és ezért is látható nagyon sok plakáton szintén egy-egy gyönyörű nő, és azt is észre lehet venni, hogy férfiaknak szánt tárgyakat, eszközöket is hölgyekkel reklámoznak, akár motorolaj vagy autóalkatrész reklámplakátot is láthatunk. A legtökéletesebb benzinmegtakarító készülék reklámplakátja mellett tipikusan nőknek szóló hirdetéseket is összegyűjtöttek a tárlat megálmodói. Ez a plakát például a múlt század fordulójának kedvelt S alakú kecses ruháját ajánlja. Az időszaki tárlat pedig interaktív is, többek között női arcok memória játéka szórakoztatja az érdeklődőket. A kiállításban az 1910-es évekből van a legkevesebb anyagunk. Ennek oka az első világháború. Ugye a divat is változott ezekben az években, és ugye az anyaghiány lépett föl ugye a háború miatt, és egy nagyon fontos mondat is megfogalmazódott ekkoriban a divattal foglalkozóknak a fejében, ugye, hogy a háború hosszú és a szoknya rövid. Reklámfilmek és divatbemutatókról készült felvételek is segítik felidézni az egyes korszakok hangulatát, tette hozzá Mohácsi Endre, aki szerint a korabeli ruhák és cipők is átadják az évtizedekkel ezelőtti életérzéseket. A Szépség és a Reklám című időszaki tárlat augusztus végéig tekinthető meg a Nyíregyházi Múzeumban. Elkezdte a felkészülést a Marsó Nyíregyháza.
A legutóbbi keretből csak Bús Iván, Nagy Krisztián és Gáspár Balázs maradt a csapatnál, mellettük fiatalok szerepelnek majd az NB1B-ben induló kék cápáknál. A Nyíregyházi együttes szeptember 2. hétvégéjén 4 csapatos tornát rendez a Continental arénában. Kevés ismerős arcot látott az, aki a Marsó Nyíregyháza utolsó élvonalbeli meccsét követően az új szezon első edzésén is szemrevételezte a játékosokat. Az NB1-es búcsú után a légiósok távoztak, a magyarok közül is többen új állomás helyet választottak, így gyakorlatilag új csapatot kell építeni a másodosztályra. A csapatkapitány Nagy Krisztián mellett Gáspár Balázs és Bus Iván is úgy döntött, hogy Nyíregyházán folytatja a pályafutását. Utóbbi a pályán és az öltözőben is szeretne vezérszerepet betölteni a szeptember közepén kezdődő szezonban. Szeretnék első-második számú ember lenni a csapatnak. Ugye ketten, érdekes ez, 23 évesen vagyok még, de igazából rangidős leszek Nagy Kriszóval. Mi ketten mindenféleképpen tényleg fel kell, hogy vegyük ezt a vezérszerepet. Nagyon sok fiatal van a csapatunkban, van akinek még igazából nem is volt semmilyen ilyen felnőtt vagy profi csapat vagy tapasztalata. Nekik kell igazából segíteni a beilleszkedést és meccseken is minden tőlünk tehetőt megtenni. Az edzéseket Siska János irányítja. Sitko Ernő szakmai igazgatóként a korábbinál többet vállal a klub ügyeinek intézéséből, így a felkészülési program összeállítása és az igazolások bonyolítása is az ő feladatai közé tartozik. A hétfői kezdés előtt már volt egy hét, amikor napi egyedzéssel dolgoztak a srácok, de itt, ahogy ugye közeledünk majd a bajnoki rajthoz, egyre jobban fokozódik a terhelés is, taktikai részek is egyre jobb szerepet kapnak majd az edzésprogramban. És a szeptember 8-9-10-i hétvégén mindenképpen szeretnénk egy hazai rendezésű tornát is megrendezni itt a Continental Arénában. Előtte pedig edzőmérkőzéseket és valahová idegenbe szeretnénk egy tornára elmenni. A Debrecen úgy nézett ki, hogy rendez egy tornát, és szeptember első hétvégén oda fogunk tudni elmenni, de ők néhány nappal ezelőtt lemondták. Jelen állás szerint a Budapesti Honvéd, a Tiszaújváros város és a Kassa lép majd pályára kékcápák ellen a Continental arénában. 9 távozó játékos helyére 10 új futballista érkezett a megyei első osztályú bajnokságra készülő balkányi csapathoz. Az újonc célja a biztos bennmaradás kiharcolása. Mirgai László együttese a nyitófordulóban Vásárosnaményban lép majd pályára. Veretlenül mindössze 2 pontot veszítve nyerte meg a bajnokságot, és jutott fel a megyei első osztályba a balkányi futballcsapat. Az amúgy sem túl bő keret több mint fele, 9 játékos távozott a nyári szünetben, többségüktől a vezetők köszöntek el, de akadtak olyanok is, Kovács Béla, Bárány és Potornai, akiket marasztalt volna a szakmai stáb. Helyükre 7 fiatal mellett 3 rutinos labdarúgó érkezett a továbbra is Mirgai László által irányított együtteshez. Szilágyi Krisztiánt azt hiszem mindenki ismeri, ugye ő Nyírbátor érkezett, az Iván Zsolt Kemecséről érkezett, aki ugye szabolcsi születésű, és hát a harmadik pedig a Somogyi Márk Újfehértóról érkezett. Ez a 3, ez az a 3 játékos, akit én jól ismerek, hiszen játszottak a kezem alatt. A többiek pedig 7 játékos, Igor Bogdanovics kiszemeltjei voltak, sokan játszottak a keze alatt is, őket megnéztük edzőmeccsen is, megmondom őszintén, hogy 21-22 éves a legidősebb, 19 a legfiatalabb. Ez a 7 fiatal szerintem nagy erőssége lesz a csapatnak hosszú távon. Biztos, hogy egy fél év kell, hogy ezt az erős megyei osztályt megszokják, de azt gondolom, hogy nagy probléma nem lehet, hiszen nekünk most a célkütőzésünk ebbe a fél szezonban az, hogy megnézzük, hogy mire leszünk képesek, és természetesen minél több pontot szerezni, és hát a kieső zónát elkerülni. A csapat legrutinosabb játékosa, Igor Bogdanovics, a legutóbbi szezonban 49 góllal segítette hozzá a balkányt a feljutáshoz. A támadó szerint az egyéni mutatónál fontosabb, hogy csapata jól szerepeljen a megyei első osztályban. Szeretném megismételni, de én nem szoktam tervezgetni, meg semmit csinálni. Nekem szó szerint fontosabb a csapat teljesítmény is, minden, amit fogom tudni tenni, hogy csapat jól teljesíti, akár gólok, akár gólpasszok, akár csak egy tanácsadat meccs közben, meg fogom tenni, mondom meg egyszer, saját terveimek nincs, viszont mindenféleképpen szeretem segíteni, hogy csapat teljesíti a feladat, meg teljesíti a cél, ami klub vezetőktől kaptunk.
A Balkány a Magyar Kupa első megyei fordulójában jövő szerdán Tiszakanyáron lép pályára, a bajnoki nyitófordulóban pedig a szintén újonc vásárosnaményhoz látogat Mirgai László együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Bár a belügyminisztérium már támogatta a júniusban jégkárt szenvedett szatmári településeket, további segítségre lenne szüksége az érintett 7 községnek, mondják a polgármesterek. Huszka önkormányzata benyújtott egy kérelmet, amelyben 900 millió forintot kérnek a kormánytól. Azt mondják, ebből az összegből el tudnák végezni a helyreállítási munkákat, mivel a legtöbb ingatlan tulajdonosának nem volt biztosítása. Az országos átlagtól jobb minőségű a szabolcsi búza, befejeződött az aratása megyében. Gabonaféléket összesen 56.600 hektáron termelnek a gazdák, őszi búzából 4,8 tonna idén a termés átlag. A kenyérnek valót viszont jelenleg csak nyomott áron lehet értékesíteni. Teltházzal működnek az anyaóvók, a krízis otthonok. Vannak családok, akik otthonról otthonra vándorolnak. A legtöbb krízis otthont anyaóvót karitatív szervezet vagy egyház működteti. Egyre kevesebb az állami fenntartású átmeneti otthon. A Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 3-án szerdán. Friss hírekkel természetesen holnap este is jelentkezünk, addig is látogassák honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap többnyire napos, meleg idő várható. Csütörtöktől döntően anticiklon alakítja időjárásunkat, ezért a következő 2 napban napos, száraz időre van kilátás. Éjjel változóan felhős lesz az ég, csapadékra nem kell számítani, a változó irányú szél gyenge marad, reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap eleinte változóan, később gyengén felhős idő várható több órás napsütéssel, csapadék nélkül. A délies szél többnyire mérsékelt marad, délutánra 28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Eleinte melegfronti hatás érezhető, később nem lesz fronthatás. Pénteken is folytatódik a napos, száraz, meleg idő, majd szombaton egy hidegfront okoz kissé változékony időjárást, ekkor több lesz a felhő és zápor, zivatar is előfordulhat. Vasárnap a front mögött néhány fokkal hűvösebb légtömegek érkeznek fölénk, de sok lesz a napsütés. A jövő hét első felében várhatóan ismét napos, száraz, napról napra melegebb időben lesz részünk.